Köszöntöm a stúdióban Békés Sándor újságírót, az MTV Pécsi körzeti stúdiójának vezetőjét. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, szervusz, jó esélyt kívánok. Nagy bajban lennék, hogyha meg kellene mondanom, hogy a mostani beszélgetésünk apropója szomorú vagy vidám, hiszen egy hazaérkezésről van szó, és egy hazaérkezés az mindig egy örömteli dolog. Ám ennek a megérkezésnek a körülményei nagyon is torokszorítóak. Múlt szombaton ünnepélyes körülmények között hazaszállították a Don mellett elesett ismeretlen magyar katona földi maradványait, hogy a Pákozdi emlékkápolna mellett újra eltemessék azokat. Az eseményen te is ott voltál, és filmfelvételeket készítettél, ezeket most el is hoztad magaddal, és ezeknek a kommentálására majd meg is foglak kérni. Felemelő vagy lesújtó volt ez az élmény? Hát feltétlenül felemelő. Egy történelmi pillanat volt. Azt gondolom, hogy kevesen hitték, hogy ez valaha is bekövetkezik. A Don partján álltunk, annak a folynak a partján, amely több százezer magyar család számára ismerős és rendkívül súlyos áldozatokkal járó előzményekre utal. Ott álltunk a Don partján, körülvettek bennünket a helybeli lakosok, szegény, de érdeklődő, jóindult orosz emberek. Egy kicsit ugyanolyan volt a kép, mint 57 évvel ezelőtt lehetett, mert azt sietve hozzáteszem, hogy az életmód, a táj, a házok milyensége nem sokat változott. És most látjuk is a képernyőn, Voronyestől délre kb. 20 km a Don folyó mellett a minket váró, az exhumást előkészítő orosz szakemberek egy lövészárok rendszert találtak, ahol szurkálással fölfedték, hogy a talaj méghozzá nagyon-nagyon kis földréteg alatt rejt valamit. Megkezdődött az exhumálás, hát ez önmagában szívszorító volt. Ugye nem lehet ilyenkor más tenni, mint hogy megpróbálja az ember elképzelni, mi is történhetett ott 57 évvel ezelőtt. 57 évvel ezelőtt, január 12-e után kezdődött meg itt a szörnyű küzdelem. Egyébként több mint két hétig tartott ezen a ponton, ahol most vagyunk. A második hadsereg, harmadik hadtestének 9. hadosztálya állt itt, akik egészen január 24-ig tartották magukat és állták ezt az iszonyatos nyomást. Ez a drámai pillanat, íme itt van egy ember. Ennyi maradt egy emberből, akiről később a talált tárgyak, a tiszti csizmája alapján megállapítottuk, hogy nagy valószínűséggel tiszt vagy tiszt helyettes lehetett. Persze ilyenkor az ember arra gondol, hogy nem csak arca, hanem neve is, és nem csak neve, hanem családja is volt ennek az embernek. És hát vajon valaki is tudja, hogy ki volt ő és mi lett a sorsa. Nagy precizitással, nagy tisztelettel végezték az exhumálást az orosz szakemberek, és íme itt a lakosság több síróasszonyt láttam, mert azt gondolom, hogy végül is ők is valami hasonlóra gondoltak, mint mi. Ezeknek az orosz asszonyoknak a rokonai gyerekei talán éppen magyar földben nyugszanak, és hát ennek az eseménynek a nagyszerűségét az adta, hogy közelebb kerülhetett a két nép, a két szenvedő nép ezzel a nagy jelentőségű és nagyon nagyvonalú gesztussal, amit az orosz fél lehetővé tett a számunkra. Valóban nehéz megszólalni ezek után, a képsorok után, amiknek egyébként itt egyfajta premierjét láthattuk, hiszen még nem mutatták be ezeket sehol. Ezeket figyelve bizonyára sokakban felmerül a kérdés, hogy természetesen emlékezni kell. De mit tehet egy felelősen gondolkodó, de nem feltétlenül befolyásos ember annak érdekében, hogy elkerüljen egy hasonló katasztrófát? Hát, hogyha szeretné útját állni a hasonló tragédiáknak, hiszen gondolhatnák azt, hogy a politikát csak a politikusok csinálják. Tehát milyen ráhatással lehet az állampolgár, te vagy én, vagy amilyen ez a katona is lehetett, hogy elkerüljük az ilyen folyamatot? Hát ez a legnagyobb kérdés, hogy a politikát hogyan lehet befolyásolni a nép által. Erre a választ azt hiszem soha véglegesen meg nem tudjuk adni. Egy bizonyos, hogy ezt a háborút nem a népek akarták. Az orosz emberek itteni megnyilvánulása, a magyar emberek háborúval kapcsolatos megnyilvánulása egyértelmű tették, hogy nem a nép kezdte a háborút. De ez nem ment fel bennünket azzal, hogy a kötelesség teljesítő embernek megadjuk a végső tisztességet. A második magyar hadsereg tragédiája kettős volt. Egyrészt egy katonai tragédia volt, másrészt egy politikai tragédia, mert a II. Világháború után az ismert viszonyok között az úgynevezett szocializmus korszakában ezekről az emberekről nem lehetett beszélni. Tehát az első küldetésünk nekünk az volt, hogy visszaadjuk ezeknek az embereknek az emberi méltóságát és katonai becsületét, mert bár a háború jellege nem változott meg, ez egy igazságtalan háború volt, de a kötelesség teljesítés és a haza parancsának a teljesítése olyan érték, amit nem lehet megkérdőjelezni. Azt a pillanatot láttuk, amikor a magyar katonai delegáció átvette a földi maradványokat, és egy következő gyönyörű pillanat,
ez Péter atya varanyezsi pópa, aki megáldja a magyar hős földi maradványait, orosz tisztek vannak, és hát ez sem akármilyen kép, a Don partján, ahol a harcok folytak, orosz és magyar lobogó lengett egész napon át, sőt, a katonák ezt külsőképpen tudják majd értékelni, az orosz hadsereg fegyveres tiszteletadást teljesített, ami egészen különleges katonai udvariasság, mert fegyver nélkül szoktak egymás előtt tisztelegni, de a fegyver eddig csak a győzteseknek járt. Annál is inkább különös lehet ez, és arra igen. És ez az a drámai pillanat, amikor már a magyar tisztek átvették a földi maradványokat, és beemelték abba a magyar katonai szállító repülőgépbe, amely egyébként szintén különleges engedélyekkel Voronyezsben közvetlenül a repülőtérre szállt le. Nagyot változott a világ, hiszen az ezirányú kutatások hosszú ideig makacs hallgatásba, sőt tagadásba ütköztek, gondolok itt a Fényes Litkei alapítványnak a küzdelmeibe, most pedig itt látjuk az orosz katonák sorfánát. Valóban ilyen teljes volt az együttműködés? Igen. A helyszínen ilyen együttműködés volt, és ez őszinte volt. Egy nagy szervezet, a Katonák Emlékezete elnevezési orosz szervezet végzi ezeket az exhumálásokat, és ők mélyen át vannak itatva már az európaiságnak ennek a konkrét megjelenésével. Meg kell mondanom, hogy természetesen, ahogy haladunk az állami ranglétrán felfelé, úgy egyre szikárabbak ezek a megnyilvánulások. Nagy fogadással zárult a akció, hazautazásunk előtt találkoztunk helyi politikusokkal, és azért ott az országaink közötti vitáskérdések, Magyarország NATO-tagsága azért érződött a levegőben, hogy miközben a konkrét akciót illetően nagy az egyetértés, a jövőt illetően sok a kérdőjel. Egy katona sírtát most kihantoltak, ez persze nem az első volt, amit megtaláltak a Don mentén, egy sor emlékkereszt is jelzi a többiek helyét már. Milyennek a talán csak találomra kiválasztott magyar hősi halottnak az üzenete most 99 végén, amikor ugyan talán egy nagy világégés nem fejeget, de helyi, lokális háborúk zajlottak nemrég itt a környékünkön is. Tehát mit üzen most nekünk ez? Hát a legfontosabb üzenet már csak azért is, mert az egész akcióra a halottak napjának az előestén került sor, hogy a kultúra legalapvetőbb mozzanata a halottainkhoz, az őseinkhez való viszony általában. Ezen belül azt gondolom, hogy nagyon fontos a kötelességteljesítő emberhez való társadalmi viszony, és konkrétan és speciálisan a kötelességteljesítő katonához, mert a katonák nagyon kis hányada vállalja önként azt a sorsot, ami rávár. Tehát erkölcsileg ez azt üzeni, hogy mindenkit meg kell becsülnünk, aki teljesíti a kötelességét, hinnünk kell abban, hogy az áldozatokat az ország, a közvélemény, az utódok nem felejtik el. És még egyszer mondom, ez az akció még a mai élő volt frontkatonáknak, doni hősöknek és részvevőknek, és azok családtagjainak szólt. Ha valaki megérdemelte, hogy ez az akció sor kerüljön, például azoknak a katonáknak a máig élő feleségeik, gyermekeik, unokáik, akik soha nem látták viszont szeretteiket. Sándor, én köszönöm szépen, hogy megajándékoztál minket ezekkel a képsorokkal és az első bemutatás lehetőségével, és további jó egészséget, jó munkát kívánok. Köszönöm szépen.